Vízilabda csapatunk Európa-bajnoki ezüstérmes új igazolása teljesíti az El Caminót. Tóth Márton válogatott társával, Szívos Mártonnal együtt kerékpárral vág neki a híres Szent Jakab Zarándok útnak. Már korábban beszéltünk erről, mikor együtt játszottunk, hogy az El Camino az mit tud adni egy ember életébe, vagy akár egy sportoló életébe. Úgyhogy én örülök neki, hogy bár nem örülök neki, hogy a nyarunk viszonylag szabad, de annak örülök, hogy ilyen hasznosan fogjuk kitölteni. Elsősorban én azt gondolom, hogy fejben kell készülni erre, és már avval, hogy eldöntöttük, hogy elindulunk, vagy végigcsináljuk az El Caminót, már avval megkezdődött a mi zarándoklatunk, én azt gondolom. Úgyhogy folyamatosan készülök, gyűjtök be az információkat olyan emberektől, akik már végig vitték vagy gyalog, vagy biciklivel az El Caminót. Ez a mentális felkészülése a dolognak, és természetesen van egy fizikai felkészülés is, amit itt a Népligeti Sportkomplexumban futással, biciklivel, úszással próbálok elvégezni. A két pólós a tervek szerint 14 napig teker majd, méghozzá jótékonysági célból, ugyanis minden egyes kilométerükkel az Őrzők Alapítványnak szeretnének segíteni. Azt gondoltuk, hogy két válogatott kerettag sportoló, ha elmegy egy ilyen útra, annak lesz egy olyan visszhangja, amit mi jótékony célra ki tudunk, vagy jótékony célra tudjuk fordítani, és ez be is igazolódott. Az Őrzők Alapítványt kívánjuk támogatni. Ők a 2-es számú Tűzoltó utcai gyermekklinikának a fő támogatói, és mi a daganatos és leukémiás gyerekeknek szeretnénk egy betegőrző berendezést megvásárolni. Ehhez gyűjtünk pénzt, és a mi megtett kilométereinket szeretnénk elárverezni, úgymond. Magánszemélyek esetén 1000 forint per kilométerre lehet venni, még jogi személyek esetén pedig 5000 forint per kilométert lehet vásárolni, és minden lényeges információt az erre a célra kialakított Facebook oldalunkon meg lehet találni, ami a Két Marci Egy Cél néven fut.